A Haladás új sportkomplexumában óriási érdeklődés mellett rendezték meg a Tebeli Györgyi Nemzetközi Terem foci emléktornát, amelyen U10-es korosztályú csapatok vettek részt. A viadal fővédnöke Hende Csaba országgyűlési képviselő volt, aki köszöntőjében a helyszín remek adottságait emelte ki. Ez egy olyan sportkomplexum, ahol a profi labdarúgás mellett a Haladás VS-e 10-nél több, talán 12 vagy 13 szakosztályának a fiataljai, közel 1000 gyerek tud méltó 21. századi körülmények között sportolni. A tornán összesen 3 nemzet 12 korosztályos csapata lépett pályára. A szombathelyi színeket a házigazda Haladás VS-e mellett a Lurkó FC fiataljai képviselték. A két szombathelyi gárda már a csoportküzdelmek során is remek teljesítménnyel rukkolt ki. A rendező zöldfehérek például 8-1-re verték a Videótont, a Slovan Bratislavát pedig 7-1-re. Szakmailag egy nagyon jó és nívós torna. Nemzetközi csapatokkal Ausztriai, Sturmgrác, Slovan Bratislava, Ferencváros Magyarországon. Tehát nagyon, nagyon jó erőt képviselő csapatok vesznek részt a tornán. És azért büszkén látom, ez a korosztályunk, az U10-es korosztályon van szó, azért a Haladás VS-ében is egy jó erőt képvisel. A szombathelyi szurkolók legnagyobb örömére az első két helyen a két vasi gárda osztozott. A Lurkóé lett az arany, míg a Haliéé az ezüstérem.